Szintén napi rend utáni felszólalásra jelentkezett Fülöp Erik, képviselő úr, a korrupció ellenes ügyészség felállításáról címmel. Ön a szó, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak. A politika szó hallatán az átlag embert leginkább az undor és a megvetés fogja el. Ez pedig nagy mértékben köszönhető annak, hogy az elmúlt 30 évben a kormányzati ciklusokban egymást váltották a kisebb-nagyobb politikai korrupciós botrányok, és sajnos 2018-ban eljutottunk arra a pontra, hogy kimondhatjuk, hogy az állami korrupció az intézményesített lett. Ez azért is hatalmas nagy probléma, mert nem csak a politikát, mint művészetet járatják le a korrupt politikusok, hanem azért is, mert súlyos milliárdokat, sőt azt gondolom, hogy szinte több száz milliárdot vesznek ki évente vagy ciklusonként a tisztességesen dolgozó magyar adófizetőknek a zsebéből. Azt láthatjuk, hogy a jelenlegi rendszer az nem elégséges a korrupció megfékezéséhez, a jelenlegi ügyészségi rendszeren változtatni szükséges. Teljességgel elutasítja a Mi Hazánk mozgalom azt a fajta elsősorban ellenzéki javaslatot, amely a korrupció elleni küzdelemben a nemzethatárainkon kívül próbálna helyezkedni, és egy külső szervezetnek, mégpedig az Európai Ügyészséghez, az Európai Ügyészségnek a kezébe helyezni a magyar korrupció ellenes harcot. Mi egyértelműen úgy látjuk és azt tartjuk, hogy a magyar embereknek, mi egy ilyen súlyos belügyet, szuverén államként, szuverén döntésként saját magunknak kell eldönteni, és a korrupció ellen hatékonyan harcolni. Erre vannak nemzetközi példák, elég csak a román példára tekinteni, ahol egy korrupció ellenes nemzeti ügyészséget sikerült felállítani, és a korrupt politikus bűnözőket felelősségre vonni, és súlyos büntetésekkel elítélni. Az a fajta ellenzéki kezdeményezés, amely az Európai Ügyészséghez történő csatlakozást tartaná elengedhetetlennek, azért sem helyén való vagy helytálló, mert gondoljunk bele, hogy az elmúlt években is az Európai Uniónak a csalás elleni hivatala, az OLAF, az nyomozhatott, harcolhatott a korrupció ellen Magyarországon is. Láthatjuk, hogy milyen sikereket ért el. Én azt gondolom, hogy jelentős eredményeket nem tudott felmutatni az elmúlt években az OLAF, nemhogy nem tudta visszaszorítani, de egyáltalán gátolni sem tudta a korrupció, a politikai bűnözés terjedését. A Mi Hazánk mozgalom éppen ezért azt gondolja egyedül elfogadhatónak és célra vezetőnek, hogyha Magyarországon egy önálló és független korrupció ellenes ügyészséget állít fel a Magyar Országgyűlés. Ezért a Mi Hazánk mozgalom minden lehetséges eszközzel küzdeni fog, harcolni fog, hogy ez az ügyészség felállhasson, ahol valóban független, önálló, a büntetőjog és a nyomozati jog terén nagy szakértelemmel rendelkező ügyészek vehessék fel a korrupt politikus bűnözőkkel a harcot, és végre ezek a személyek rács mögé kerülhessenek. Nagyon fontos megemlítenünk, hogy ez nem egy egyszemélyi vezetésű szervezet lenne az elgondolásunkban, hanem egy olyan tanács, egy olyan ügyészségi felső grénium látná el a magyar korrupció ellenes ügyészségnek a vezetését, amelyben minden ellenzéki vagy minden kormányon lévő párt delegálhatna tagokat. Így kiküzöbölhető lenne az, hogy egy személy bármiféle befolyással rendelkezhessen erre a szervezetre. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom az törvénymódosító javaslatot fog kezdeményezni, pontosan azért, hogy a korrupt politikusok elnyerhessék méltó büntetésüket, rács mögé kerülhessenek végre, a politikába vetett bizalmat és hitet visszaállíthassuk, és nem utolsó sorban azt a sok-sok milliárdot, azt a több száz milliárdot, amelyet korrupt politikus bűnözők elloptak a magyar adófizetőkből, azokat végre visszakaphassák a magyar dolgozók. Köszönöm szépen a figyelmet.